Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre ma adását látják. Jöjjenek elsőként híreink röviden. Kátyúzás. Befejezték a munkát a 11-es út szentendrei szakaszán. Díjátadó. Két fiatal festőművész vehette át tegnap a Barcsai díjat. Török Katalin műgyűjtőkkel beszélget a Partmoziban. Teljesen egyedülálló, speciális technológiával újította fel a Magyar Közút Nonprofit ZRT a 11-es út szentendrei szakaszát is. A kivitelező csaknem egy hét alatt javította ki a teljes szakaszon az úthibákat. Már múlt hét óta dolgoztak a szakemberek a 11-es úton. Az enyhe időnek is köszönhető, hogy ezzel a speciális technológiával sikerült kijavítani a hibákat. Az elmúlt hetekben a 11-es főúton úgynevezett infrakátyúzást végeztünk külső vállalkozók bevonásával. A technológia lényege, hogy a kátyúzás során a gép felmelegíti a kátyúzandó területet, illetve annak környezetét is, és az így bedolgozott anyagot gyakorlatilag, mint egy vasaló újra melegítve az anyagot dolgozzuk be, tehát egy sokkal homogénebb, sokkal jobban összetartóbb felületet tudunk létrehozni. Ilyen kátyúzási technológiát azonban csak olyan útszakaszokon tudunk végezni várhatóan, mint a 11-es főút, ahol nincsenek folyamatosan nagy ütőkátyúk, de vannak burkolathibák, kisebb-nagyobb burkolathibák. Felületi repedéseket, felületi hámlásokat ezzel a technológiával tökéletesen lehet javítani, így le tudjuk zárni a réteget, meg tudjuk akadályozni azt, hogy olyan rések alakuljanak ki az útszakaszon, amelyekből később kátyúk tudnak kialakulni, viszont egy hátránya mindenképpen van ennek a technológiával, hogy jóval időigényesebben tudunk vele csak kátyúzni. Ezeknek a kátyúzási munkáknak a tapasztalatait most elemzik kollégáink, és hogyha megfelelő visszajelzéseket kapunk, és úgy látjuk, hogy ez a technológia, főleg így például a téli időszakban hatékony lehet, akkor várhatóan saját beszerzésben is fogunk ilyen gépeket vásárolni Pest megyében is. A 11-esen tehát befejeződött a kátyúzás, és a jövőben nagyobb figyelmet szentel majd a közút ennek az útszakasznak. A társaságunk november 1-e óta immár a koncesziós autópályákon kívül, tehát az M5-ös, M6-os autópályákon kívül az összes többi gyorsforgalmi utat is kezeli. Igyekszünk egy egységes szemléletet megvalósítani ezzel az országos közúthálózaton. A 11-es főút ma Magyarországon a legforgalmasabb nem gyorsforgalmi út, és igyekszünk emiatt ezt az útszakaszt pontosan olyan üzemeltetés alá vonni, mint például az M0-as autóutat. Tehát azt jelenti, hogy sűrűbben fogunk burkolatjavítási munkálatokat végezni, az egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatokat is igyekszünk jóval többször elvégezni ezen a forgalmas főúton. Ennek keretében például nemrég a közelmúltban a beton elválasztó burkolatelemek környékét is teljes körülön megtisztították munkatársaink. A közeljövőben Szentendre térségében a 11-es főúton Leányfalut érintően csaknem 3 kilométeren lesz majd felújítás, illetve Pomázon egy új körforgalmi csomópontot építenek ki több 100 millió forintból. Jelenleg még az engedélyeztetési folyamat zajlik, de várhatóan májusban elkezdik a munkát ezeken a szakaszokon is. 25. alkalommal adták át a Barcsai díjakat tegnap a Ferenci Múzeum Barcsai termében. Az elismerést idén 51 pályázóból két fiatal kapta, Vég Júlia és Szakszon Imre. Újabb két névvel bővült a Barcsai díjjal kitüntetett művészek névsora. A 25 év alatt 60 díjazott vehette át az elismerést. Az idén 5 országból érkeztek pályaművek a Barcsai Alapítványhoz, ahol a kuratórium döntése alapján választották ki a két nyertest, Vég Júliát és Szakszon Imrét. Az alapítványunk alapszabálya szerint úgy van, hogy egy, maximum 3 díjazottunk lehet minden évben. Azt is hozzá kell tennem, hogy az első kritérium az, hogy kiemelkedő legyen az, ami be lett mutatva, és sajnos azt kell mondanom, hogy mi anyagiak is, hogy mennyit enged meg, hogy a díjazottaknak egy minimális kis támogatást tudjunk adni. Elsősorban azt kell mondanom, hogy feleségem révén vagyok én is Barcsai jogutód, és hát ez 1989-ben indult. Erzsike néni, vagyis a Barcsai húga, Barcsai Erzsébet tett egy közérdekű közhasznú felajánlást, ami működött egész 2006-ig.
Az alapítvány, kamatja, mivel már nagyon kevés volt, így újból kellett végig gondolnunk, hogy hogy fogjuk az alapítványt tovább működtetni. Kértem annak idején a kulturális minisztériumot és a tanügyi minisztériumot, hogy engedélyezzék, hogy avval az 1 millió 300 ezer forinttal, amivel Barcsi Erzsébet tett ezt a közérdekű felajánlást, hogy elindítsuk a papírokat és egy Barcsi alapítványt hozzunk létre. De mivel egyik a másikához küldött, egyik se engedélyezte külön, így kénytelenek voltunk, hogy a feleségemmel létrehozzuk a mai Barcsai Jenő Képzőművészeti Alapítványt. Most az induláskor az Erzsike néni ezt úgy indított el, hogy egy barcsai jutalom és egy barcsai díj. A barcsai jutalmat megkapják a Képzőművészeti Egyetemen tanuló diákok, és a barcsai díjat pedig megkapják a fiatal pályakezdő festőművészek, akik 35 évüket nem tölthetik be abban az évben, amikor jelentkeznek. Ez lehet bárhol élő magyar ajkú fiatal pályakezdő festőművész. A kiállításon Török Balázs alpolgármester köszöntötte a vendégeket, dr. Kálnoki Gyöngyösi Márton múzeumigazgató pedig megnyitotta a kiállítást. Ha valaki betér a Ferenci Múzeumba, akkor három szinten láthat különböző kiállításokat. És itt a Barcsai teremben volt már egy történeti régészeti kiállításunk, és nagy öröm az számunkra, hogy most a múzeum egyik fő profiljához térünk vissza, és ismét a képzőművészetnek hódolhatunk. Ráadásul fiatal, tehetséges művészek mutatkozhatnak meg itt Szentendrén, néhány száz méterre a Mester hagyatékát őrző Barcsai Múzeumtól. Ez egy nagyon érdekes kisváros. Nagyon érdekes kisváros a múzeumainak és egyéb adottságainak köszönhetően. Azt szokták mondani a kollégái, más megyei múzeumok igazgatói, kicsit irigykedve, hogy hát ti annyi épületben vagytok, és tulajdonképpen a város szövetébe beleépültetek. Máshol ez nincs így, egy-két épületben működik a múzeum. Mi valóban a teljes belvárost átszőjük és lefedjük a kincseinkkel, mindazzal, amit szeretnénk megmutatni az itt élőknek, és természetesen az ide érkező látogatóknak. Barcsai Jenő művészetéről nálam avatottabbak sokkal szebb gondolatokat tudnak megfogalmazni. Én őszintén bevallom, hogy régészként is időről időre betérek a Barcsai Múzeumba, és elcsodálkozom az ott kiállított alkotásokon. És természetesen minden alkalommal megfogalmazódik bennem, hogy az az örökség, amit a 80-as évek óta ez a múzeum gondoz, az immáron nagyon megújításra érett, és nagyon komoly az a szándékunk, hogy a Barcsai Múzeumot is sikerüljön végre újra a régi fényében visszaállítani és megújítani. A művészeket dr. Feledi Balázs művészeti író méltatta. Szakszon Imre Nyíregyházán él és alkot, míg Vég Júlia fővárosi. Nagyon-nagyon örültem. Egy részben meglepődtem, mert igazság szerint nem voltak elvárásaim az egész pályázattal kapcsolatban, mert korábban, még amikor egyetemen voltam, megnyertem egy barcsai pályázatot, amit az egyetem által írtak ki, és már akkor is korábban is így barcsai szellemiségét szem előtt tartottam a munkáimban, és így az alkotási folyamatban, és a tavalyi évben elkészítettem egy elég nagy alkotásból, vagy sok alkotásból álló új portfóliót, és többségében ezekből a munkákból állítottam össze a legújabb sorozatomat, ami aztán most itt látható a kiállítás alatt, és ezzel a portfólióval nyertem el a mostani Barcsai díjat. Egészen kicsi voltam, amikor nagyszüleimnél a lakásukban, amikor átjártam, rengeteg festmény, antik festmény volt a falon, és valahogy egy gyerekkori belső vágy volt az, ami folyamatosan így pulzált bennem, hogy ezt a technikát hogyan lehet elsajátítani, és hogy egy emberi kész hogy tud ilyet alkotni. És valahogy ez így a mai napig így az utamon kísér, hogy így a realisztikus ábrázolás az folyamatosan érdekel. Tulajdonképpen a képeimen keresztül azt a pillanatot szeretném átadni, amit az alkotás közben megélek. Többnyire van, hogy zene is inspirál, de azt a kontextust, amikor leanalizálom azt a képet, amiről úgymond képet alkotok később. Tulajdonképpen az fontos nekem, hogy egy olyan nézőpontban
tudjam megmutatni az embereknek, amit csinálok, ahogy teljes mértékben ilyen személyesen látom. A most bemutatkozó két díjazott kiállítását március 23-áig tekinthetik meg a Ferenci Múzeumban. Új sorozat indul a Partmoziban január végén. Az Estházi gazdája, Török Katalin, művészeti író, most teljesen rendhagyó tematikájú programot állított össze. Műgyűjtők és mecénások címmel 10 részből álló sorozat kezdődik Török Katalin vezetésével a Partmoziban. Visszük tovább az elmúlt 4 évben kialakított rendet, azaz minden hónap utolsó kedjén lesz, mert hála Istennek képződött egy törzs közönség vagy törzs hallgatóság, és hát bejáratódott ez az időpont, úgyhogy továbbra is minden hónap utolsó kedjén lesz. A mostani sorozat annyiban tér el az előzőektől, hogy eddig én tartottam előadást különböző témákról havi rendszerességgel, és rengeteg több ezer kép levetítésével, most pedig beszélgetni fogok, ugye mindig 10 hónapról van szó, nyáron egy hónap szünet, a december az ünnepek miatt kiesik, tehát 10 műgyűjtőt, illetve hagyaték gondozót hívtam meg. Az első alkalom január 28-án lesz, tehát a január utolsó kedjén, és az első vendég Hász János lesz, aki az gyűjtőből, most is gyűjtő még, de volt az életének egy csak gyűjtő időszaka, és aztán a 90-es évek közepetáján lett galériás is. Falk Miksa utcában van azóta galériája, egy galériások között egy izgalmas, érdekes valaki, aki mer és tud egyéni utat járni, ott a 3 nagy galéria, Kizelbach galéria van tőle balra, Nagyházi galéria tőle jobbra, Virág Judit galériája mögötte, és mindez 50-50 méteren belül. Van egy másik galériás, aki járja maga egyéni útját, nincs autója, nem vezet autót. A Műgyűjtők és Mecénások sorozat első találkozója tehát január 28-án délután 5 órakor lesz a Partmoziban. Török Katalin vendége Hász János, galéria tulajdonos és műgyűjtő lesz. A Szentendre ma adását látták, Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is találnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!